Az élelmiszer, energia és műtrágya árak robbanásszerű emelkedésére számítanak a piaci szakértők. A nemzetközi kereskedelemben komoly ellátási hiány is felléphet egy esetleges orosz katonai akció, illetve az azt követő szankciók hatására. Ukrajna és Oroszország egyaránt meghatározó szereplő a világ gabonaellátásában és a termékek előállításához szükséges műtrágya piacán is. A Görög Üzleti és Kiskereskedelmi Szövetség főigazgatója szerint az ukrajnai események gazdasági hatását nem csak a kiskereskedők fogják megérezni. A húsok, halak, zöldségek és egyéb alapvető élelmiszerek árai várhatóan 5-15%-kal fognak emelkedni, mondja Antonis Zairis. Ezek mind olyan termékek, melyek egy átlagos háziasszony bevásárló kosarában is megtalálhatóak. Az üzemanyagok esetében azonban 25-30% is lehet majd a drágulás. Habár sok kiskereskedő igyekszik egyelőre nem minden pluszköltségét a vásárlóra áthárítani, az árak emelkedése már így is érezhető a legtöbb termék esetében. A nehézségekről egy görög pékség alkalmazottja számolt be. Szeptemberben egy kenyér ára még 70 cent volt, most 80. Úgy döntöttünk, hogy a lehető legalacsonyabban tartjuk az árainkat, mert limitálni szoktuk a profitunkat háztartások számára ilyen fontos termékek esetében, mint a kenyér. A süteményeink ára viszont az egekbe szöktek. Sajnos nem tudunk velük mit kezdeni. Ez a beszállítóink felelőssége. Az emberek egyre vonakodóbbak, hogy nálunk vásároljanak, bizonytalanok, és mindig panaszkodnak nekünk, hogy minden egyre drágább lesz. A piaci szakértők attól tartanak, hogy Oroszország és a Nyugat következő konfliktusa a gazdaság területén lesz. Értékel a Euronews görög tudósítója. Az első lépést még Putyin elnök tette meg az Ukrajnával kapcsolatos bejelentése előtt, amikor megtiltotta a kenyér és tészta előállításához kulcsfontosságú műtrágya, az ammónium nitrát exportját. Így ezen termékek áraiban további emelkedés várható. Az orosz hírügynökség a TASZ szerint az ammónium nitrátra kivetett exporttilalom legalább április elejéig fent fog állni.